A mai videóban egy olyan évszámot fogunk megnézni PC gamer szemmel, amikor még a két magos processzorok hódítottak, és az AMD is még aktív volt. Sőt, még a HD széria sem volt jelen, de játékok terén voltak nagy megjelenések, nézzük is ezeket. A mai videót az alza.hu támogatta. Habár a mai videóban használt gépházat nem találjátok meg náluk, de modern 2024-es házakból tonna szám találtok a kínálatunkban. Van itt a nagy tornyoktól kezdve egészen a mini ITX-ig minden. Színben és márkában is hatalmas a választék, és például ha szerverhez keresel házat, vagy esetleg egy jó kis tuning projekthez kutatsz már régóta megfelelő házikót, nézz szét náluk. Folyamatos akciók vannak, és ajánlani is tudnak attól függően, melyik kategória is a legmegfelelőbb neked. Linket találtok hozzájuk a leírásban. Köszönöm az alza.hu-nak a támogatását. Hát most pedig ugorjunk vissza a retro kis 2006-os gépünkhöz. A 2006-os egy különleges év volt számomra is, amellett, hogy ekkortájt kóstoltam bele a PC gamingbe, egy évvel vagyunk túl a legendás 2005-ös éven, és lassan elérkezik a 2007-es, ami szerintem a gaming aranykora volt. Kicsit meg is feledkeztem erről az évről, pedig itt is voltak legendás címek. Olyanok jelentek meg, mint a Need for Speed Carbon, a Half-Life 2, a The Elder Scrolls Oblivion, és még sokan mások. Ha kicsit eltekintünk a PC-től, ebben az évben nem kisebb konzolóriás jelent meg, mint a PS3, és már majdnem egy éves volt a nagy népszerűségnek örvendő Xbox 360, ami lassan már 20 éves. Hihetetlen. Ha konkrét a hardware fronton nézzük, az Athlon 3 és 4000-es széria volt főleg jelen, de még pont év végére becsúszott az 5000-es típus is. Intel fronton a Pentium és főleg a Core 2 széria volt a boltok polcain, de én ebben a videóban maradni fogok az AMD-nél. Teszem ezt olyannyira, hogy a videókártya is ilyen lesz, illetve még az ATI brendeléssel futott, de ha valaki Nvidia-t akart, ekkor főleg GeForce 7000-es kártyák közül választhatott. Nekem Nvidia-ból van itthon 6 és 8000-es szériás kártya, de a 7000-es valahogy kimaradt. De konkrétan vegyük is sorra, hogy mi lesz ebben a konfigban. Az alapatunk egy egész korrekt gigabyte deszka lesz AM3-as foglalattal. Az érdekesség ennek, hogy az AM2 pluszos procikat is tudta fogadni, itt az AMD foglalatoknál elég durva átjárás volt akkoriban. Kicsit persze ügyeskedni kellett, de ment simán a migráció. Dupla RAM foglalatunk van, és itt már PCI Express csatlakozó van a videókártyának. A retro kék színnel semmi bajom nincsen, nagyon mutatós, plusz ezzel a nagy világos hűtő lefogatóval nagyon jól fest. A processzorunk egy Athlon 5000 plus modell lesz, ami még pont belefért 2006-ban, december végén jelent meg, ezért még ezzel pont bele tudtam csúszni ebbe a videóba. Két mag és 2,6 GHz-es órája jellemezte, és ez a teljesítmény elég is volt akkor, még bármennyire is hangzik gyengének. A leütése persze nem volt nehéz, egy sima gyári AMD hűtő is megtette, amit kell, de én egy kicsit túllőttem a célon, és egy Arctic hűtőt használtam. A hihetetlen, hogy az AMD hűtők visszafele milyen szinten kompatibilisak. Ha most veszel egy modern AMD hűtőt, simán lehet, hogy egy ilyen régi konfigra is rá tudod dobni. Intel fronton ki kell jelenteni, hogy ez egy kicsit bonyolultabb sajnos. A mai gépünktől persze stílusban egy leheletnyit el fog majd ütni, de sajnos nem volt más kéznél nekem, és ez a vastag hűtőbord garantáltan le fogja hűteni a procit. Memóriából 4 GB-ot fog használni, Team Group márkában is ez a 4 GB bőségesen elég volt 2006-ban, sokkal inkább volt jellemző az 1 és 2 GB akkoriban. Persze, mivel most a lehető adottak, adtam neki 4 GB-ot, áltani nem fog áltani, ez biztos. Még így is marad majd egy foglalatunk szabadon az alaplapon, úgyhogy ha 8 GB-ra lesz bármilyen okból szükség, azt is össze tudjuk hozni. Ez majd még hozzá fogok csapni egy öreg Western Digital HDD-t 500 GB-os tárhelyen, akkoriban ugyanis még nem volt jellemző az SSD-k elterjedése, így mindenki megbarátkozhat a lassú rendszerfelállással és a lassú program betöltéssel. A videókártyánk egy ATI X1950XT lesz, ami magán hordoz minden sablonos, retro csúcskártya jegyet. Maga a Fresco, ami valami robotnőt ábrázol, az ATI vörös PCB és a hűtőborda, és ez a furcsa légkamrás hűtés, biztosra veszem, hogy ez süvíteni fog, még kitisztítva is. 256 MB GDDR3-as memóriája van, ami inkább 720p felbontáshoz lesz majd elég, de konkrétan mindent maxon tudod futtatni a megjelenése évében. A DirectX 9 és a PCI Express 1-es támogatás megvan, plusz egész korrekt 96 wattos TDP-je van csupán. Ezért is elég neki itt a kártya szélén ez az egy darab 6 pines tápcsati. Így persze a tápegységeseket majd túlmére ezért fogok használni egy 550 wattos Aprox modellt. Az 550 wattos teljesítménye és az egy darab 6 pines tápcsatlakozó pont elég lesz nekünk. Egy picit persze modern külseje van, de legalább nem fog elütni a házunktól, ami szintén fekete, bele fog olvadni rendesen. Ez az említett ház egy teljesen alap modell, semmilyen különleges gamer jegyen nincs, annyi, hogy az oldallapjára tudunk rögzíteni két darab ventilátort, és legalább a HDD keret se fut le teljesen az aljáig, így egy nagyobb GPU is simán be tud ide férni. De meg is vagyunk mindennel, ebbe a házba szerintem kezdjünk is el szerelni.
Most pedig jöhet 2006 krémje, a szerintem legjobb játékok listája, kezdjünk is hozzá. Kezdtem a sót a Flatout 2-vel, ami egy nagyon hangulatos roncsderbis játék volt. A rengeteg vicces játékmód közül én a sima versenyt néztem meg, és ami a jó hír, hogy itt még a helyi multiplayer teljesen adott volt, rengeteg lampartin tudott nagyon jól jönni ez a game. Természetesen nagy gépigényen nem rendelkezett, a csúcs ATI kártyánk 60 FPS-re tudja repíteni 720p felbontás mellett, max grafikán, ez nem jelent neki problémát, és mai szemmel is még teljesen élvezhető a játék, nem avult el annyira a grafika, és a törési rendszer akkoriban itt volt az egyik legjobb. A folyamatos zúzás, törés nagyon hangulatos, és habár próbáltam kiíratni értékeket, nem igazán sikerült, eléggé bebugolt az egész program, annyit legalább látunk, hogy 60 FPS-ünk van, de ezek az adatok szerintem nem fedik a valóságot, ami a kihasználtságot, a hőmérsékletet és a fogyasztást illeti, elég alacsony minden. A későbbiekben nem is igazán tudtam használni, úgyhogy maradjunk abban, hogy 60 FPS-ünk van, és a játék nagyon hangulatos, a régi időket teljes mértékben megidézi. A temélyedek választható pálya és autótípus persze megvan, és még egyszer mondom, a nagyon vicces játékmódokat próbáljátok ki mindannyian, hogyha menni akartok pár költ a Flatout 2-ben, azt ne hagyjátok ki semmiképpen. A következő játék a Gyűrűk Ura féle stratégiai játék, ez a Battle for Middle-earth 2, ami habár grafikailag nem döntöget csúcsokat, ettől függetlenül nagyon élvezhető a játék, és akinek bejön ez a stratégiai stílus, biztos, hogy kipróbálta akkoriban. Ez volt az az időszak, amikor nagyon hódítottak a Gyűrűk Ura féle játékok, nemrég jelentek meg ugye a filmek, úgyhogy erre le is csapott az IE, és ki is adta ezeket mindenféle játék stílusban. Hogyha nem jön be a stratégia, biztos, hogy akkor találtatok másfajta Gyűrűk Ura játékot, ezekből tonna szám volt akkoriban a piacon. Én annyira nem vagyok oda a stratégiai játékokért, de végül is a grafika jól öregedett, jónak tűnik a játékmenet is, ezt konkrétan én nem próbáltam akkoriban, de biztos vagyok benne, hogy sokan kipróbáltátok, ezért is tettem bele ebbe a videóba. Persze az ATI videókártyáknak meg se kotja még a max grafika sem, akkoriban elég nagy gépigénye volt ennek a játéknak, de fogunk még nézni olyat, aminek még durvább. Ez lesz a következő játék, a Half-Life 2, nem igazán volt olyan PC, ami ezt normálisan el tudta futtatni. A látványvilág a 2006-os mércével több mint kielégítő volt, és egy legendás kultjáték lett belőle az évek során, és persze a megjelenése évében is már hatalmas rajongótábora volt. Az 1950 XT persze tudja futtatni, akkoriban ez a csúcskártya elég volt hozzá, de megmaradtunk ugye a 720p felbontáson, és magas grafikai beállításokat állítottam be. Nagyobb belaggolásokkal nem találkoztam, eléggé sűvített végig a kártya, szerintem itt volt a legjobban leterhelve a tesztelt játékok közül, de hát ez nem is csoda, a látványvilágra csak nézzetek rá, hihetetlen volt. Ide még ide sorolnám a Garry's modot, ami egy Half-Life 2 mod, konkrétan itt bármit meg lehet alkotni, mindenféle modder ráengedheti a tudását. Én itt például egy Minecraft-szerű pályára léptem be, és ez a játék még a mai napig népszerű, de 2006-ban jelent meg a Half-Life 2-vel együtt. Persze ezek miatt a grafika, a fegyver és minden játékelem ismerős lehet, maga a felhasználói felület is teljesen ugyanaz. Azért vettem ide, mert szerintem ez egy nagyon fontos megjelenés volt, így 2024-ben is sokan játszanak még vele, és készítenek ilyen hihetetlen pályákat. Ha még nem próbáltad is, ez a sandbox-szerű modder élmény bejön, mindenképpen tégy vele egy próbát, de én most megyek is a következő játékra, ami megint csak nagyon legendás volt, a Need for Speed Carbont néztem meg. Emlékszem, hogy én még 512 MB RAM-mal próbáltam ki, és már az is elég volt neki, ez a 4 GB teljesen overkill, a videókártya úgy szintén, max grafikán vagyunk természetesen 720p felbontáson, és a játék hiba nélkül 60 FPS-sel fut. A monitorozó programot itt én már nem is használtam, de ahogy ránézünk, jól látszik, hogy ezért remekül fut, nagyobb belaggolások nincsenek, és grafikailag is egész jó lett. Újító játékelemek persze itt voltak, mondjuk a csapattárs behozásával, akinek különleges képessége volt, amivel tudta segíteni a győzelmünket, de persze a nitro és az időlassítás a Most Wanted-hez hasonlóan itt is használva volt. A játék folyamatosan éjszaka játszódik, ami szerintem idézi ezeket az Underground 2, Underground 1-es időket, a tuning persze teljes mértékben megvan, a nyílt, szabadon bejárható pálya is. Itt jelentek meg a kanyonban játszódó drift futamok, úgyhogy rengeteg legendás játékelemet hoztak itt be. Én imádtam akkoriban, kíváncsi vagyok, ti játszottatok ezzel, mennyire szerettétek. A Most Wanted árnyékából nehezen tud kijönni, azt tartják az egyik legjobb Need for Speednak, de valahogy nekem a Carbon jobban bejött. Ez mindig egy igazi időutazás. Hogyha te is kockultál már ilyenkor, akkor érdekel, hogy a felsoroltak közül mit próbáltál, mi volt az, amit én most nem próbáltam ki, de te szeretted, és mi volt a kedvenc játékod 2006-ban, kommentben várom a válaszokat. Remélem, hogy érdekes volt számotokra ez a teszt, hogyha igen, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ha ilyen PC-hez nem is találtok linket a leírásban, sokkal modernebb gépekhez találni fogtok, és persze, hogyha géphez kell, ott van az alzás link is, használjátok nyugodtan. A következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok!